Schuyler Botond évek óta tanul szaxofonozni. Több versenyen is képviselte a zeneiskolát, korcsoportjában tavaly aranyérmet kapott a Tolna megyei klarinétos és szaxofonos találkozón. A hivatalos megnyitón ő is játszott az ünneplő tömegnek. A zeneiskola növendékei idén szeptemberben egy modernizálódott épületben 21. századi körülmények között kezdték az oktatást. Az én fiam 12 éve tagja már ennek a zeneiskolának, tehát mi még a régi épületben kezdtünk, ami szintén egy nagyon szép épület volt, de nem volt ilyen korszerű. Nagyon örültünk, amikor meghallottuk azt, hogy egy igazán 21. századi épület lesz majd ebből a zeneiskolából. Ugyanakkor a külseje pedig azért megragadó, mert annyira szép, hogy a művészetekhez könnyen társítható. És hogyha belépünk, akkor viszont a gyönyörű szép hangversenytermet látunk, nagyon szép maga belül az épület, nagyon szépen felújították, és ez minden gyerek számára azt hiszem, hogy egy felemelő érzés az, hogy valóban egy szép környezetben tanulhat. És hát ami nekünk a kedvencünk, az pontosan ez az udvar, amit igyekeznek is kihasználni itt a zeneiskolában. Többek között volt már többször családi nap, kis piknik, és ez a nagyon hangulatos és nagyon jó akusztikájú udvar egészen feldobta a hangulatot. Nagyon jó a zenekar számára is, azt gondolom, hiszen volt olyan piknik, ahol már a végén örömzenélés volt, nem akarták abba hagyni a gyerekek a zenét. Az oktatási intézmény vezető helyettese háláját fejezte ki, hogy az elmúlt 5 év során külsőleg és belsőleg is teljes mértékben új pompát kapott az intézmény. Az áldozatos munka haszonélvezője a pedagógusok, a tanulók, illetve a néptáncosok, akik az épületen belül folytatják próbáikat, felkészüléseiket, mondta ünnepi beszédében Bértes Emese. A gyerekek szívesen járnak ide, és tényleg szép, és a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot nem is említem, hiszen az nagyon, nagyon fontos dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, a tankerületnek és mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. 2014-ben már elkezdődtek az épület belső felújításai. 2018 nyarától pedig egy energetikai pályázat elnyerésével tovább modernizálták a patinás épületet, tudtuk meg Bonyhád polgármesterétől. Aki elmondta, szívből örül, hogy sikerült megvalósítani a felújítást, hiszen így méltóbb körülmények között folyik a magas színvonalon működő zeneiskolában az oktatás. Mi valósítottunk meg ebből, mire költöttük ezt a 128 millió forintot? Elkészült az épület födém és homlokzati hőszigetelése. Megvalósult valamennyi nyilázáró cseréje. Komoly gond volt az épület vizesedése, a kivitelezés során ezt is orvosoltuk. A járda bontása és a földkiemelés után a lábazati falak felületének helyreállítása is megtörtént. A teljességre törekedve elkészült saját forrásból még az épület belső udvarának és a parkolójának térkövezése, akadálymentes parkoló került kialakításra, és parkosítás is történt, hogy ezáltal még szebb, még rendezettebb környezet fogadja majd a zeneiskolába érkezőket, a tanárokat, a diákokat, a szülőket egyaránt. Mindezeket összegezve kijelenthetjük, a végeredmény egy energetikailag korszerű, megjelenésében ízléses, szerintem bátran mondhatjuk, szemrevaló felújítást valósítottunk meg, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik az előkészítéstől a kivitelezési szerepet vállaltak mindenben. Az önkormányzat minden egyes pályázati lehetőséget igyekszik megragadni, hogy plusz forrásokat hozzon a városba. Így történt ez a zeneiskola felújítása alkalmával is, hiszen a területi településfejlesztési operatív program keretében közel 83 millió forintot nyertünk az épület energetikai felújítására, és ezt az összeget egészítette ki az önkormányzat 2018-ban és 2019-ben is összesen 45 millió forinttal, hiszen egy energetikai pályázatnál nem mindent lehet arra fordítani, amire szükség van. Gondoltuk, hogy legyen ez komplex, ez a felújítás, ezért itt, ahol most is állunk, az udvart is térkővel láttuk el, egy akadálymentes
rokkant parkoló és kialakításra került ez minden ilyen beruházásnál előírás, de az épületen kívül a Perckert sarkában lévő meglévő parkolót is letérköveztük. Kis parkosítás is történt, hogy a környezet is segítse az itt működő munkát, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez itt elkészült. 18 nyarán kezdődött az építkezés, és most tudtuk az ünnepés tanévnyitóval egybekötően átadni az ifjúságnak, a diákoknak, az itt működő tanároknak és azoknak a szülőknek, akik nap mint nap hozzák ide a gyermekeket, hogy zenei oktatásban részesüljenek. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolába az idei tanévet közel 250 diák kezdte el, akik zongorán, vonós, fafúvós, részfúvós és ütős hangszereken tanulnak zenélni.